Pro. rágótabletta, ami 30 napon át megvédi kutyádat a bolháktól és kullancsoktól. Szeretettel köszöntöm a Dogs podcast nézőit és hallgatóit, én Gerhát Petra vagyok tavasszal egyre több élősködővel kell megküzdeni a gazdiknak, legyen szó macskákról vagy kutyákról. Ezzel lesz kapcsolatos a mostani adás is. Két vendégem, dr. Fodor King, a tanszékvezető egyetemi docens, a Magyar Állatorvostudományi Egyetem állatorvos szakértője, illetve dr. Majer Nóra, a Böringer Ingelheim társadalatorvosi csapatának a vezetője. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket itt. szia. szia. Milyen élősködőkre kell számítani tavasszal? Van-e az évszaknak sajátossága a többi évszakhoz képest? Hát az élősködők mindig jelen vannak, én csak azt tudom mondani, hogy folyamatosan független attól, hogy tavasz nyár ősz vagy tél van, folyamatosan védekezni kell az élősködők ellen. Nyilván, hogy ahogy melegszik az idő, úgy egyre ö, nagyobb veszélyt jelentenek, hiszen egyre nagyobb számban ö, bizonyos élősködők egyre nagyobb számban vesznek minket ö, körbe, de összességében elmondható, hogy mindig az év minden hónapján napján védekezni kell az élősködők ellen és hogy egészen pontosan ne csak élősködőkről beszéljünk, hanem hogy mik is ezek. Ugye hát ö, rengeteg élősködőről lehet ö, ne szó tejteni, de amit mindenképpen ki kell emelni, mert nagyon-nagyon nagy problémát okoznak a társálataink, is, itt nem csak a kutyák, macskák, a többi társálat is érintett, de főleg a kutyák és macskák esetében, azok a szunyogok, a bolhák, a kullancsok, illetve ezek ugye a külső élősködők, illetve a belső élősködők, itt elsősorban a bélférgeket. És a szívférget ö, emelném ki. Hogyan zajlik az élősködők élősködése? Hogyan képzeljük el azt, hogy miért ö, támadják ők meg a társállatainkat, hogyan szívják a vérüket, vagy hogyan kerülnek a szervezetükbe? Különböző paletéktól függ, hogy. Ö... Ki, hogy működik, mert ugye egy szívférgesség teljesen másképp működik és más a fejlődési ciklusa, mint mondjuk egy kullancsnak, akkor így maradjunk a külső élősködőknél. Uh -huh. Először bolhák, kullancsok. Nyilván a szúnyogokat azt mindenki sokkal inkább ismeri, mert ők ránk is veszélyesek, de mondjuk a kullancsok és a bolhák miért támadják meg az állatainkat. Nagyon egyszerű azért, mert ők így tudnak túlélni, hogy vért akarnak szívni a kutyákból, sem macskákból, vagy akár az emberekből. Ö, és ezért nekik ez az életükhöz szükséges, hogy vért szerezzenek, és ezért csípik meg a társadalatainkat. És ugye ezáltal sajnos olyan betegséget adhatnak át, például a kullancsok, amik meg nagyon veszélyesek, ugye, kutyusokra, akár macskákra. Ugye azt, hogy nagyon fontos kiemelni, hogy benne van a nevükben is, hogy élősködök, Tehát ugye ezek a szervezetek úgy működnek, hogy a saját életfunkciójukhoz szükséges táplálóanyagokat más élő szervezetekből vonják el, és attól függően, hogy külső vagy belső paraziták ugye élhetnek az állatok testfelületén, ilyenkor táplálkozhatnak akár a testszövetekből, szörből, bőrből, illetve megszúrva az állatot, ugye a, a vérükből is táplálkozhatnak a belső élősködők, pedig többnyire a bélcsatornában élősködnek, vagy az érrendszerben, és a gazda test által elfogyasztott és sokszor már előemésztett tápláló anyagokat, hát gyakorlatilag ellopják, és ezáltal uh, is okoznak problémát. Ugye az élősködők nagyon sokféle problémát okozhatnak. A kullancsok azért javarészt télen nem jellemzőek talán a kullancs általi veszély az időjárás miatt, a, a bolhák viszont uh télen, nyáron, kint és bent is veszélyesek lehetnek az állatokra. Sok gazdi azt hiszi, hogyha nem viszik ki a kutyáját mondjuk a kertből, vagy hogyha egy benti macskája van, akkor nem kell, nem kell ezzel foglalkozni. Ez tényleg így van? Én talán annyiban helyesbíteném ezt az állítást, hogy nem mondanám azt, hogy tél vagy tavasz vagy nyár, hanem igazából ez hőmérséklet függő. Nem azt figyelik, hogy milyen hónap van a kullancsok, hanem azt figyelik, vagy nem figyelik, hanem úgy működnek, hogy hány fok van. Tehát, hogyha egy enyhetelünk van, akkor mindegy, hogy tél van, kullancsok is lesznek, és szerintem elég sok uh, kollega az egyik leggyakoribb kullancs által terjesztett a babézia, nevű betegségről beszélek, nagyon sok babéziás eset van mostanában januárban. Pont ezért, mert hogy uh, kevesebb gazdi télen, mert azt hiszik, hogy nincsen, és közben mégis van, és akkor rögtön ott is a eset januárban. Nyilván, mivel egy benti cica kevesebbet mozdul ki, kisebb esélye van különféle parazitákra, de akár például mindenféle féreg üm, petéket be tudunk vinni a talpon is, és onnan szépen meg tudjuk fertőzni következményesen a cicát akár illetve azt se felejtsük el, hogyha mondjuk például tartunk csak benti állatot, például csak tartunk macskát, vagy akár nyulat, de mondjuk van egy kutyánk is, amivel sétálunk, akkor bizony a kutya a séta során hazaviheti a parazitákat, akár a kullancsot, akár a bolhát is. Ugye itt nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy igaz ugyanúgy minden fajnak saját bolhája van például, tehát van macska bolha, kutya bolha, sőt ember bolha is, viszont ezek a csípésükkel képesek más fajokat is zargatni. Az más kérdés, hogy ugye a, a, ennek a faj specifikus bolhának a teljes életcikusához a saját ö, fajának megfelelő vért kell szívnia, viszont ö, a csípésével zargathat más állatokat is. És egyébként itt az élősködőkkel kapcsolatban nagyon fontos kiemelni, hogy összességében kell védekezni ellenük, mert ők nem csak úgy okozhatnak problémát, hogy elszívnak táplálóanyagokat például, illetve, hogy az előbb említettük, hogy betegségeket közvetítenek, hanem ö, akár a vérszívással, ö, főleg ha több van jelen, ö, nagyon súlyos vérvesztességet is okozhatnak az állatoknak, illetve adott esetben allergiás reakciót is kiválthatnak. És ezért nagyon fontos, hogy egyetlen egy bolha csípése is például egy nagyon erőteljes allergiás reakciót is kiválthatnak a az állatban, és hát azért egyetlen egy bolhát, hogy távol tartsunk egy bentartott állatnál, sajnos ez kivitelezhetetlen, elég, ha csak a szomszédból van egy bolhás kutya. És ezek a csípések, ezek ugye viszketnek is, amik vakarózásra késztetik az állatot, aminek megsebek Lesznek a következményei, azok is elfertőződhetnek, vagy azokat hogy érdemes ilyenkor érdemesek kezelni, hogy érdemes. Hogy rá? Hogy ne. Természetesen elfertőződhetnek, vagy gondoljunk a kullancsnál, hogyha kivesszük, és véletlenül beszorul a feje és beszakad. Ez előbb-utóbb, ugye ott egy helyi gyulladási reakció alakul ki, és lökődni, de hát ugye viszket, rossz érzés kirágja a kutya, kirágja a macska. Tehát tulajdonképpen itt minden egyes élősködőnél egyenként bele lehet menni, hogy milyen problémát okoz, de ö, nem érdemes így most ezt így kivesézni. A, a legfontosabb az, hogy hogy minden élősködő ellen védeni kell a társadalmainkat, és hála istennek azért ma már nagyon széles palettája van a védekezési lehetőségeknek. És ebben az nincs benne, hogy rendszeresen fültetjük mert az nem elég, gondolom. Nem. Tehát, hogy valamilyen kifejezetten élősködők elleni készítményt érdemes használni ilyenkor? Igen. Milyen készítmények vannak? Gondolom, hogy a nyakörvat, azt biztos mindenki is, pedig talán a cseppentős ö, módszert is, de most már egyre több tabletta is kapható. Igen, ö, sőt, szerintem a tabletták azok most már szinte a legelterjedtebbek. Nagyon sokfajta készítmény van, mint a gyógyszerformákban, amit most felsoroltunk, mint a hatóanyagokban. Széles a paletta, és ö, a minőségükben is azért van különbség. És itt most nem arra gondolok, hogy mondjuk van egy olyan készítmény, ami mondjuk nem elég jó, hanem arra gondolok, hogy ezek ugye élőlények, akik ellen próbálunk védekezni, és ők ők is próbálnak fennmaradni. Ugye lehet, hogy egy 30 éves készítmény nem biztos, hogy úgy működik, mint mondjuk egy 10 éves készítmény, és nincs azzal a készítménnyel semmi baj, csak, csak a rezisztenciával számolni kell, hogy ilyen előfordulhat. Úgyhogy érdemes mindig szerintem egyedre választani készítményt, hogy kinek mi a legalkalmasabb, milyen környezetben él. Mondok egy példát: egy vadászkutyának szüksége van havi szintű Garantfireg elleni kezelésre, amit egy Prozikvantel nevű hatóanyaggal lehet megtenni. Tehát nekik erre figyelni kell. Aki ö, szerintem a kullásból, ha szívférkesség ellen mindenkinek védekeznie kell, talán itt most van lehetőségem arra, hogy megemlítsem, hogy ö, csináltunk most 2024 éve elején egy ö, prevalencia felmérést a Böhringer Ingelheim az általós tudományi egyetemmel karöltve, és most már látjuk az eredményeket, hogy nagy átlagban 11,9%-os szívférgesség fertőzöttség van Magyarországon olyan kutyákban, akik nem védekeznek, ami, tehát gyakorlatilag kimondhatom azt, hogy 10-ből egy kutya szívférges. Vannak olyan települések, meg olyan megyék, ahol ez akár 20-25%-ig is felugrik, itt a főleg a kelet és a déli Magyarország régióra gondolok, Szóval, hogy kulacsból hellen mindig kell védekezni. A gyógyszerformát szerintem meg mondom, egyedre érdemes választani. Például erre gondolok, hogyha a kutya sokat mászkál, vagy szeret különböző elbújni bizonyos helyekre, akkor lehet, hogy neki mondjuk egy nyakör nem lesz annyira alkalmas, mert felakad, leszakítja magáról egyebek. A spoton készítményt meg kell fontolni, hogyha nagyon sokat fürdik a kutyánk. Hogyha rengeteget fürdetjük, akkor le fogjuk gyakorlatilag mosni róla. A tabletteknél igazából azt gondolom, hogy ezeket mind ki tudjuk küszöbölni, meg azok nagyon korszerű hatóanyagot tartalmaznak, igazából ez a legújabb csoport nyilván ott is van hátrány, hogyha mondjuk van egy nagyon fényes kutyánk, <laughs> ezek ízesítettek, és általában tényleg nagyon finomak, de hogyha mondjuk valaki nagyon küzd azzal, hogy nem tudja beadni, akkor lehet, hogy nem ezt a gyógyszerformát érdemes nekik választani. A hatóanyag mennyiségét tekintve testméretre vannak ezek a, a gyógyszerek kalibrálva, tehát mondjuk egy Yorkshire terriernek, meg egy Berni pásztornak biztos nem ugyanannyi anyagra van szüksége, igen, igen. Ezek általában egy ilyen 4-5 vagy 6 mérettartományban vannak beosztva általában ilyen két kilótól szoktak indulni, és akár ilyen 50-60 kilósig elmegy, de hogyha esetleg véletlenül egy nagyobb kutyánk van, akkor annak a, annak a két méretnek az összeadásával el is tudunk védekezni még azt szeretném megemlíteni, hogy általában ezek nagyon biztonságos szerek, és ugye itt ilyen ötszörös, hatszoros, túladagolásos dózisokat is ki kell próbálni a gyógyszertől könyvezések során, úgyhogy ha bár igen, a benni az nem a Yorkira van, de valószínűleg amúgy nem történne semmi, hogyha véletlenül egy olyat kapna meg, de nyilván megvan mindenkinek a saját kilója. És mi a helyzet akkor, hogyha valaki mondjuk akár takarékossági okokból megveszi a nagyobb készítményt és felezgeti, negyedelgeti, mint az aspirint régen a gyerekeknek? Erre is van lehetőség. Hát vagy inkább, ne. inkább ne. Inkább ne, tehát nem véletlen, hogy ilyen széles a paletta, tehát még egy ugyanannak a terméknek ugyanaz a hatóanyaggal is különböző méretre ö, gyártják akár a spotont, amit ráteszünk a cseppet, akár a tablettát, tehát semmi esetre se felezgessük egyrészt azért, mert nem fogjuk tudni úgy elfelezni, hogy pontosan annyi kerüljön az állatra, amennyi ö, mondjuk a súlyának megfelelő, és adott esetben például egy tablettás készítménél elképzel hogy mondjuk a hatóanyag nem teljesen homogénen oszlik el a, a tablettán belül, tehát hogyha azt elkezdi felezni valaki, akkor nem biztos, hogy megkapja a, azt a hatóanyag mennyiséget, amennyire szüksége van. Ö, sokan azt mondják egyébként, hogy spórlás miatt mondjuk megveszik a nagy kutyára valót, és akkor azt három kiskutyán szétosztják, de egyébként ezzel nem tud spórolni, mert az, ha megnézzük az árát, akkor körülbelül ugyanannyiba kerül, ha megveszi a három kicsit. És a másik, amire mindenképp felhívnám a figyelmet, hogy azon túl, hogy nem felezgetjük, meg nem osztogatjuk ezeket a készítményeket, soha ne tegyük rá egy másik állatfajra. Tehát ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy most már bemegyünk megvásárolni egy készítményt, a dobozán nagyon jól látható, hogy kutyának, macskának mire való, olvassuk el, hogy mire kire nem való. És ezt nagyon szigorúan be kell tartani, és itt arra is vigyázni kell, hogy még véletlenül se kerüljön. Ugye sajnos vannak olyan esetek, hogy. Jelezte a naptárba a tulajdonosnak, hogy hopp, letelt a egy hónap, és újra föl kell tenni, és a dobozból, dobozból elővette a, a spotonokat, és nem nézte, hogy kire mit tesz. És például van olyan kutyának szánt készítmény, ami macskának nagyon súlyos mérgezést okozhat, vagy nyúlnak, tehát nagyon oda kell figyelni. Még egy, csak az aludazírozásra, ami szerintem egy fontos dolog, mert oké, okay, egyet -egy szinten, amit a Kinga mondott, az nagyon-nagyon igaz, hogy valószínűleg nem, nem garantálja egy gyógyszergyártó se, hogy pont fel annyi hatóanyag lesz benne, de hogyha egy kicsit mondjuk nagyobb képet is nézünk, és nem csak mondjuk csak a mi kutyánkra és a mi pénztárcánkra gondolunk, akkor azzal, hogyha aluldozírozzuk, tehát ugye nem adjuk be azt a szükséges mennyiséget, ami kell ahhoz, hogy elpusztítsa a kullancsokat, bolhákat, egyebeket, akkor populáció szinten igazából ahhoz járulunk hozzá, hogy szépen lassan kialakuljon a rezisztencia, ezen az új készítmények ellen is. És ugye ez senkinek nem érdeke, senkinek. És most tehát igen, kell gondolkodni a jövőben, meg, meg a többi kutyára, meg a mi jövőbeli kutyánkra és macskánkra is ekkor. Hogy ez érthetőbb legyen, ugye, és azért, hogy, hogy tényleg egyértelműbb legyen, és, és nagyon jó, hogy ez, ez szóba került, hogy ez a rezisztencia kialakulásnál az a lényeg, hogyha az adott élősködőt el akarjuk pusztítani, de ez az antibiotikumoknál is így van, de. akkor egy bizonyos mennyiséget be kell adni az állatnak. Na most, ha alul van dozírozva, akkor nem pusztítjuk el az élősködők százalékát. Mindig marad egy-két százalék, amelyik túléli, és mindig az éli túl, amelyik Aki a legerősebb és a legrezisztensebb, és az fog tovább szaporodni. Tehát, hogy ugye ennek valóban a felelős állattartásnak a lényege, hogy nem csak a saját állatunkért vállalunk felelősséget, hanem az egész környezetér és a többi állattól is. És ugye, mint mondtátok, nem lehet túladagolni ezeket. Amit egy dobozban egy egyszeri adagot, akár tabletta, akár cseppbe kapunk, ugye egy tólig határa van, tehát hogy lehet, hogy a tólig határnál a, a mi kutyánk az alsó határon van, viszont azért tolik határ, mert az egészet rá kell tenni, tehát biztonságosan rátehető. Csak akkor lehetne túl dozírozás, hogyha... Ha megeszi az egész dobozt. Hát Például, hogy igen. Így hát van. Itt, arra gondolunk, hogyha mondjuk van egy olyan, hogy 10-25 kilós besorolású tabletta, és nekünk van egy 15 kilós kutyánk, nem kell félni, hogy ez egy 25 kilós kutyának is jó lesz az, teljesen biztonságos. És hogyha a felső határon van, akkor melyiket érdemes választaniuk a gazdiknak? Azt, amelyik lefele, vagy azt még fölfele Hát ami a tartományban benne. Ah. De hogyha mondjuk van egy 10-25 kilós, meg van egy 25-35 kilós, Ö, ez akkor mindegy... egy 25 kilós kutyával melyiket válaszza a gazdi? Konkrétan rajta van, hogy, hogy tehát nincsen írva, hogy 25-25, nem úgy van, akkor eltem, hogy 24,9, vagy úgy van, hogy 25, <sínt> és a következő 25,1-től. <sínt> <Értem>. tehát <sínt> akkor ez teljesen egyértelműsítő van. <sínt> igen, 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 mondhatjuk, hogy is egyértelműsítve van. Igen. Azt említette valamelyikőtök az előbb, hogy egy hónap a ható ideje ezeknek az orvosságoknak. Hát ez attól függ, báltozó. hogy, hogy miatt Mi függ. Változó, hogy mit használunk, viszont itt annyit azért megemlítenék, hogy ez az egy hónap azért fontos, mert a szívfergesség ellen havonta tudunk védekezni, ez igazából nem a gyógyszerformából adódik, hanem a szívfergességnek a fejlődési ciklusából, meg hogy hogy működik, hogy van egy olyan tartomány, amikor ezek az L3-L4 lárváknak nevezett lárvák érzékenyek erre a hatóanyagra, és ezt nekünk be kell lőni, és ezt kell eltalálnunk, és, és ezért kell havonta védekezni a szívférgeségelem, mert akkor biztosan el fogjuk találni ezt a, az időszakot, hogy, hogy érzékeny lesz ez a lárva. Kijelenthetjük akkor, hogy a kutyáknál azért a tabletta a legbiztosabb módja, a legegyszerűbben kezelhető módja ennek. Én azt mondom, hogy mindegyik termék, tehát hogy hogy ezt így nem feltétlen jelenteném ki, hogy a tabletta vagy a spoton, mert hogy ahogy ugye említetted, mindig az adott hmm. ö, egyedre kell megnézni, hogy neki mi a, a legjobb, sőt néha ugye lehet kombinálni is őket, mert előfordulhat, hogy mondjuk egy város közepén tartott kutya, amit maximum csak a parba visznek le, tökéletes védelmet ad neki egy spoton például, mert ott mondjuk nem találkozik olyan mennyiségű bár parazitával, bár most már ma már a város közepén is iszonyatos mennyiségű kullancskolóniák vannak, de mondjuk egy ilyen városi kutyával, ha elmennek kirándulni, vagy nyaralni, elviszik vízpart mellé, akkor viszont lehet, hogy érdemes kombinálni is arra az adott időszakra. Tehát, hogy ezt mindig, mindig ki kell tapasztalni, hogy melyik kutyánál melyik a legjobb. És mi a helyzet a macskákkal? Ugyan Azért egy macskának gyógyszert beadni azt. Hát valljuk be, hogy nem olyan egyszerű. Igen, erre a gyógyszergyártók is gondoltak, <laughs> <laughs> úgyhogy ezért nem véletlen az, hogy ugye még a kutyákban azt gondolom, hogy inkább a tabletta az, ami mostanában a legújabb készítmények, meg ami inkább hódít, macskákban pedig ö, megmaradt a spoton, mert ugye őket sokkal könnyebb úgy kezelni. Sőt, vannak olyan spoton készítmények, amik annyira kombináltak, hogy kullancsból, cool ha bélférjek és galandférjek ellen is gyakorlatilag minden, amire szüksége van egy gazdinak, egy cseppentéssel havonta rá tudja cseppenteni a cicára, és le van tudva, és nem kell nyúlkálni a szájához. Hogyha van egy macskám és egy kutyám, és a macskán spotont alkalmazok, és fennel veszi, hogy a kutyám megnyalogatja a macskámat akkor okoz ez bármiféle egészségügyi problémáknak, és inkább emiatt válaszszak valamilyen másik uh, típusú problémát fordítva okozni. Lenni? Igen, a Igen. kutya spotonja, hogyha ilyen permetrin... Tartalma például az súlyos idegrendszeri problémákat okozhat macskánál. Tehát ilyenkor azt is át érdemes beszélni az állatorvossal, hogy milyen állattal van együtt tartva. De itt nem csak kutya-macska, hanem akár egy nyúl is lehet otthon. Tehát én ismerek olyan háztartásokat, a, a gyerekek? Meg a gyerekek. Ez meg, is igen, egy fontos igen, dolog az hogy ilyen külső szereknél. Igen, hogy mekkora gyerek van otthon? Játszik-e a kisimagának anyakörvével? Igen, el el is ezek is fontos szempontok. Már azért hozzátenném, tehát az fontos tudni, hogy ezek a készítmények, amiket lehet. Kapni, ezek biztonságosak emberre, nem jelentenek veszélyt. De hát nyilván, hogy bizonyos ö, intézkedéseket, új intézkedéseket be kell tartani, tehát például mondjuk a felhelyezésnél, mondjuk egy spoton felhelyezésénél egy bizonyos ideig, amíg ez hat, és ugye az egész bőrét körbeveszi, addig ö, az az ajánlás, hogy ne nagyon simogassuk a, a kutyát, meg ne fogdossuk. Azért nem feltétlenül azért, hogy mi kontaminálódunk vele, hanem azért, hogy el tudjon osztódni a bőrben, ha mondjuk tényleg nyakör van rajta, és mondjuk hát ugye tudjuk, hogy sok kutya és macska beúlik az ágyba is, akár a gyerek mellé, akkor ne nyakörvet válaszunk. Tehát Igen. ezek mindig egyéni elbírálást igényelnek, de olyan széles a paletta, hogy biztos, hogy mindenki megtalálja, amelyik a saját állatának a legmegfelelőbb, és találja meg. Ez nagyon fontos, mert ha de nincsenek védve ezek ellen a élősködők ellen az állatok. Olyan komoly betegséget kaphatnak el, ami azon túl, hogy akár az állat halálát is okozhatja, még ha meg is menthető, mert vannak nagyon jó gyógykezelési lehetőségek, iszonyatosan drágák. Tehát ezt csak arra mondom, amikor azt mondják, hogy azért nem alkalmazzák ezeket a szereket, mert nagyon drága. Hát, hogyha véletlen elkapja a kutya, akkor annak a többszörösét ki fogják fizetni a gyógykezelésre, ha még sikerül az állatot megmenteni egyáltalán. Érdemes állatorvos segítségét kikérni az a egyes hatóanyagok kiválasztásában, vagy az egy, egyes termékek kiválasztásában, vagy besétel az ember az első kisállat, eledelsz a küzletbe, és ott leemeli a polcról a random dobozt, ami azt látja, hogy kutyaforma van, ha kutyája van, és ettől eddig kilóig jó. Én állatorvosként állatorvospárti vagyok, <laughs> úgyhogy én mindenképp azt javaslom, Főleg azért, mert hogy rengeteg készítmény ezek közül vényköteles készítmény, tehát ezt igazából csak elatorosnál vagy állatpotikában lehet megvásárolni. Ö, megint mondok egy példát, a szívférgesség elleni készítmény alkalmazása előtt meg kell győződni arról, hogy nem szívférges az állat, és ehhez szükséges egy szűrés, egy vérvétel, ezt nyilván egy állatoros fogja tudni elvégezni. Úgyhogy én, én én ezt javaslom. És ugye azt se felejtsük el, hogy egy állatorvos az azért folyamatosan követi a tudományos aktuális eredményeket, illetve visszajelzéseket Igen. is kap az adott szerrel kapcsolatban, hogyha mondjuk valami probléma lépett föl, akár egy nem várt vagy ki nem vizsgált mellékhatás, ami nem feltétlen az adott készítmény nek a mellékhatása, csak ugye kap valami visszajelzést, akkor ugye ö, fajták között is lehetnek érzékenységi különbségek, és ugye ezt egy állatorvos fogja tudni. Tehát, hogy tulajdonképpen akinek állata van, annak kell lenni egy állatorvosnak is, akivel a, ahogy az állat hozzá kerül, már konzultál, és ez alatt a konz első konzultációnál ezt is át kell beszélni vele, hogy hogy milyen készítményt ajánl, hogyan kell azt használni, és hogyha esetleg nem vényköteles készítményt fog használni a későbbiekben, akkor is úgy menjen el megvásárolni, hogy az állatorvos javaslatára tette ezt. És tudja, hogy mit használ és miért. Így van. Megpróbáltam kitalálni a legextrémebb élősködők elleni védekezési formákat, így a Google segítségével, emberekre használható hullansiasztó spray nem felel meg egy alkalmanként az erdőben sétáltatott kutyának, hogy gyorsan őt is befújja saját magával és a gyerekeivel együtt, hogy ne kelljen egy kutyának. Én igazából nem látom értelmét. Haszmerni. Tehát, hogy, hogy miért? Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy alkalomszerűen kell védeni a kutyákat folyamatosan védeni kell. Tehát, hogy nem igazán látom értelmét, hogy, hogy miért akar ilyet használni, mert mondjuk mi alkalomszerűen befújjuk magunkat egy kirándulás alkalmával, de egy kutyánál folyamatosan kell, ugye, mert folyamatosan ki van téve ennek a támadásnak. Most arról nyilván ne is beszéljünk, hogy, hogy ne is említsük, hogy illetve már említettük, hogy mind a kutyának a kutyára gyártott terméket kutyára kell tenni, a macskára gyártottat macskára, az emberi készítményeket pedig emberre gyártották. Tehát ezeket ne keverjük. Tehát nem látom értelmét egyébként, és árban sem ó, sokkal olcsóbbak. Tehát sőt, van amelyik humán készítmény még drágább is. És igazából amúgy oké, hogy rá akarja fújni, amikor kirándulnak az erdőben, szerintem is sem értelme nincsen, főleg azért, mert nincsen tesztelve a kutyákon. Tudunk egy-két olyan gyógyszert, ami az embereknek gyógyszer, macskáknak például méreg, Így van. Ö, vagy akár kutyáknak is, hanem az, hogy nem csak akkor kell védekezni, amikor kirándulunk, mert az udvarban is van kullancs, az udvarban is van szúnyog, amúgy a szívférgességet természetesen azért mondom. Ö, tehát ö, nem elég. Úgyhogy. És én itt én még kiemelném azt, hogy ö, sajnos egyre divatosabb, hogy ö, ugye van ez a gyógyszerellenesség, és hogy ilyen mindenféle ilyen alternatív ö, lehetőségeket próbálnak ki. Na most azért tudni kell azt, hogy valóban nagyon jó gyógynövények, gyógyhatású készítmények vannak, de ezek nem alkalmasak arra, hogy távol tartsák ezeket a férgeket. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egy másik dimenzióban, egy másik világban, ahol mondjuk tíz évente egyszer találkozik egy darab szunyoggal, egy állat vagy egy kullancsal, ott mondjuk valami speciális illóolaj távol tartja azt az egy darab állatot, viszont itt olyan terhelésnek vannak kitéve az állatok, hogy gyakorlatilag egy egy illóolaj, vagy egy gyógynövény kivonat nem fogja távol tartani, és főleg nem fogja kipusztítani ezeket. Úgyhogy én is egyébként azt mondom, hogy ha lehet, akkor kemikáliát és gyógyszert soha ne, illetve csak akkor adjunk az állatnak, amikor szükség van rá, de viszont ha szükség van rá, akkor köszönjük meg, hogy ebben a mai korban élünk, és ennyiféle gyógyszer közül válogathatunk, mert ha nem lennének ezek a védőeszközök, akkor most tíz kutyából nyolc nem élné meg a felnőtt kort. Ráadásul azért egy kicsit szerintem bízhatunk abba, hogy az originális gyógyszergyártóknak rengeteg fel, felételnek meg kell felelni ahhoz, hogy törzskönyvezzünk valamit mindenféle hatékonysági és biztonságossági vizsgálatoknál és egyebek-egyebek. Tehát amíg kikerül a piaszra, főleg, ami kerül a piacra, főleg amiután a tíz éve már itt van, és látjuk, hogy több millió kutya megvett a világszerte, azért azban szerintem meg lehet bízni. A Nóri, amikor felkonferáltalak, akkor mondtam, hogy a Böringer Ingenhám társállatos csapatának, vagy a szakmai vezetője. Ez Igen. a társállatos csapat, ez akkor nem, ha jól értettem, mint közben a nyulakat már említették. Tehát nem csak a kutyákat és a macskákat jelenti. Milyen állatokra kell még élősködő védelmi szereket vagy eszközöket alkalmazni? Hát igazából bármire alkalmazhatunk, azt gondolom, hogy itt a azt tartoznak még az egyéb ilyen uh, nyulak, kisemlősök, meg szerintem már maracó, a lovakat is társálatnak. Van, aki megtartja a mini malacot, úgyhogy ő is társálat. Akár a kis rákcsálókat igen. is gondolhatjuk, hörcsökfélék, okay. egérfélék, náluk is okozhatnak gondot, tetvek, mm. most madaraknál uh, is. Madarak, ugye? Nagyon fontos, igen. Nagyon jó készítmények vannak, cseppek például, ugye, tetvesség, rühösség ellen. És tehát, ezeket ugyanúgy uh, haza tudjuk vinni okay. kintről mint a, mint a macskaból, hát esetében például. Nem csak hazavisszük, kinyitjuk az ablakot, és az ablakon keresztül beszállnak a apeték, és megfertőzik az állatainkat. Mindenhol ott vannak. Hát paraziták túl akar élni. Évisködő. Ez jó. Évisk Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai adás alkalmával. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet a nézőknek és a hallgatóknak is, illetve dr. Fodor Kingának és dr. Majár Nórának, hogy itt voltak velem. Ha tetszett a podcast, iratkozz fel a Docs Podcast csatornájára, és a kis csengő ikonnal értesítést is kérhetsz a következő részekről.